ezt a beszélgetést ugyanúgy vártok, mint a futással kapcsolatos témánkat. Sokkal jobban. Nem, nem, nagyon örülünk minden vendégnek. Igen, de igen. A most olyasmit hoztatok, amit neki tényleg a látványa is. Igen, elképesztő. És akkor megkérjük a rendező urat, hogy mutassa meg a Jimmyvel, hogy mi van az asztalunkon, és a papírokon kívül. Igen. Láthatunk ugye a nézői jobb oldalon egy marhapörit, én csak ezt így hívtam, a másik oldalon pedig egy kacsamája. De hát azért ezek nem hétköznapi módon vannak ám elkészítve, de ezt majd elmondják nekünk ugye a vendégeink, mert hogy ugye a Made in Hungary kreációról, formációról már sokszor beszélgettünk ugye itt bent a stúdióban, meg a Top 20 étteremről is, de meséljetek most egy kicsit nekünk erről, hogy mi keltette életre, miért most ezt a két ételt hoztátok el nekünk. Vendégünk Hegyi Attila, a Tamay étterem vezetője. Nem, és be. Edei János, a Tamay étterem vagy restaurant séfje. Bocsánat, én azt hittem, látod, annyira mondtam a magamét, hogy már közben mondtad. Jó kívánok a tévénézőknek. Azért ezt a két ételt hoztuk be, mert szerettünk volna két olyan jól ismert, közkedvelt ételt behozni, ami jól reprezentálja a magyar ízeket, magyar gasztronómiát. Kérjük a mikrofont, bocsánat, csak pont nem jó a mikroport, de megkapsz egy ilyen kézi mikrofont, ezt tartsd a kezedbe, és akkor ebben beszélj. És régen is nagyanyáink is készítették, viszont mi újra gondoltuk ezeket, és újra dolgoztuk, szétszedtük elemeire, és most is ugyanazokat az ízeket, meg ugyanazokat az emóciókat fogjuk érezni, mikor esszük, de egy nagyon mai korszerű ételt találunk a tányéron. Mesélj nekünk akkor, János, egy kicsit arról, hogy a klasszikus gondolatok mellett mit tudtál belevinni, mi az új játék? Inkább mit tartottál meg? Igazából megtartottam az alapízeket, megtartottam az állagokat. A kacsamájat azt ugye beáztattam furmintba, tokai furmintba, és utána sous-vide technológiával, vákumban egy pár percig főztem alacsony hőfokon, uh-huh. Amit ugye otthon el... Legyenek ez a lényege. Igen, és utána pedig préseltem egy éjszakán keresztül. Ezt otthon el lehet érni sütőben is, vízgőz, vagy vízfürdőben. Kicsit légy szíves, magyarázd ezt meg nekünk, az a kis fehér hab ott a kacsamáj sarkánál, és a gyümölcsnél, ha egyáltalán az. Igen, az. Az mi? Ő a furmint? Vagy nem, az étel neve kacsamája almával, és ami a kacsamája kívül található rajta, az minden alma. És a hab? De hab az alma hab, az alma hab, az meg alma hab. Almát legyújtaroltam, az alma levéből csináltam vaníliával, cukorral, sóval, és egy kis szójelecitinnel habot. És ez így, azért marad így meg. Igen. Mert ez mixelve van. Hát azt mondom nektek, hogy nagyon jó dolog, hogy bejöttetek, behoztátok, de ezt a szemtelenséget, gyerekek, hogy egy villát se hoztatok be, hogy meg tudjam kóstolni, na mindegy. Ez egy fekete szerintem pont. Lesz idő a műsor után. Jó, csak egy közben jó lett volna a tesztelés. Mennyire merészek a mai vendégek közben, jó nagyot nyertem, hogy bemennek egy klassz, top kategóriás étterembe, látják a kínálatot, és azt mondják, hogy kérem szépen, én akkor is egy marhalábszár pörköltet kérek. Szerintem, aki ilyen típusú éttermet választ magának, az tudja, szereti, hogy mit kap. Tudja, hogy mit kap, és ezt keresi gyakorlatilag. És nagyon-nagyon szeretik az vendégeink a klasszikus magyar ételeket. Én azt gondoljuk, hogy visszajöttek divatba, hála Istennek. De jó, hogy ezt mondod. Egy időben szerintem szégyeltük ezeket az ételeket, és mindenki kereste a tengeri kagylókat, meg rákokat. Az szerintem nem mi vagyunk, mi ez vagyunk, ami ott van a két tányéron. Az egyik ugye a kacsamáj, ami gyakorlatilag a Made in Hungary-nek az idei étele, gyakorlatilag annál jobban kevés étel reprezentálja a magyar konyha valóságát, a két top nyersanyag, ami van, a kacsamáj, meg a tokai asszum, amire igazán büszkék lehetünk. Hát és amit most mondtál, az a lényege tulajdonképpen a Made in Hungary projektnek, ennek a kezdeményezésnek, ami a hagyományos alapanyagokat összekapcsolja a 20 legelismertebb séf teljesítményével, a 20 legjobb étteremmel. Hogy működik ez a projekt? Lehet-e látni ennek az együttműködésnek valamilyen ívét? Neki jó. Lehet látni az együttműködést. Igaziból ott voltunk a
például a Gourmet Fesztiválod is, ott a 20 séf délapra leboltva együtt elkészített kacsabájat kínált borászokkal, borokkal, tokaiaszúval. Ez milyen érzés lehet, hogy azt mondják neked, hogy benne vagy bármiben a 20 legjobban? Pont. Ez azért ez egy klassz stressz, stresszes azért. Van hozzá felelősség. Nagy felelősség, nagy lehetőség, nagy elismerés. Igazából igen. Nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon örülünk neki, hogy benne lehetünk, és igyekszünk minden jobb helyen. Nálatok például a Tamába figyeltek-e a vendégek visszajelzésére, már nem a tekintetben, hogy most ízliknek, mert ez egy standard, ez egy alap, hanem azt mondják, hogy kérem szépen, próbálják meg legközelebb nekünk megcsinálni a valamit. Van ilyen? Meghallgatunk mindent. Amit úgy gondolunk, hogy illik. Integrálunk a gondolatainkba, azt tesszük vele, de próbáljuk azért a saját utunkat járni, meg a saját munkánkat folytatni. Most azt kérdezem tőled, hogy én szeretek főzni, némileg tudok is, de én, hogyha marha lábszár pörköltet főzök, akkor ugye abban nem szoktam oldalas tenni. Miért van ebbe oldalas? Azért van benne oldalas, mert szerintem sokkal puhábbra, sokkal jobb a textúrája, puhábbra el lehet készíteni. És ugye itt a marha lábszárból készíti a pörköltet, a nagymama receptje alapján. Igen. Ugyanúgy beleteszek mindent. Annyi különbsége, hogy leszűröm, kicsit emulgálom, házilag sózott citrommal és sült kápja paprikával befrissítem, a oldalast pedig a egy kis pörkölt szabban, szuvidban készítem el, azt is 65 fokon. Mennyi idő volt ez így? Én csak számoltam a munkaórákat. Egy nap. Két nap? Egy. Volt benne egy éjszaka? Igen. Egy nap. Hát fantasztikusak, nagyon szépen, szépen köszönjük. Tényleg... És abszolút gratulálunk. Köszönjük szépen. Igen, ellátogatunk majd. Látogassunk el hozzájuk ilyen inkognitóba. Jó. Miért? Hát ő úgy sincs kint a placon. De hogy megyek én veled bárhova inkognitóba? De ő nem tudja, hova hogy itt vannak a bomberáik. No, köszönjük. Gratulálunk nagyon, tényleg őszintén az egész projekthez. Köszönjük. Gratulálunk.